A 17. Balogh János Kárpát-medencei környezet és egészségvédelmi csapatverseny döntőjét tartották a kőbányai Bem József általános iskolában. Ennek keretében tanároknak és érdeklődőknek tartott prezentációt a 10. kerületről Verbai Lajos, a kőbányai helytörténeti gyűjtemény vezetője, valamint a Tantuc elnevezésű programról dr. Falus András akadémikus. Miről szólt az előadása ma? Azt próbáltam összefoglalni, hogy egy non-profit egészségnevelő társaság, amit Edovitának hívunk, elvállalt egy olyan munkát, amit a Magyar Tudományos Akadémia hirdetett meg. Ez egy szakmódszertani vagy tantárgypedagógiai tevékenység, ahol is mi az egészségnevelésnek egy nagyon új Finnországban bevezetett módszerét szeretnénk honosítani. Ezt úgy nevezik, hogy kortárs oktatás. A kortárs oktatás azt jelenti, hogy nem a tanár, nem a pedagógus, vagy szabad azt mondani, nem a felnőtt osztja az észt, ha szabad ezt mondani, hanem megpróbálunk egy olyan lépcsőzetes tudás átadást megvalósítani különböző egészségnevelési témákban, ahol a felsőoktatásban résztvevő hallgató fiatal elmegy a közoktatásba, és a közoktatás különböző szintjein nagyon erős interaktív munkával a hallgatók, a gyerekek, a diákok egymásnak a képzésében vesznek részt, természetesen szakember kontrolljával, mentorálni vagy tutorálásával. Egy konkrét példa ebben a fél évben például a folyadékfogyasztás fontosságára hívtuk föl a figyelmet úgy, hogy a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kara és az ELTE tanító és óvóképző kara hallgatói kaptak egy kiképzést, az is már játékos, interaktív formában történt. Ők elmentek egy kiválasztott 12 évfolyamos iskolába, ahol a középiskola és általános iskola hallgatók is megtalálhatók, és ugyancsak mentoroknak, szakembereknek a kontrolljával elmondták, hogy például a folyadékfogyasztás nagyon látványos, demonstrációs eszközökkel miért fontos, vagy a kézmosás higiénie az, hogy javítható, kontrollálható, egy ilyen játékos, azonnal visszajelző játékos módon. A Tantuc programban hányan vesznek részt, illetve hát, hogyha megnézzük, akkor milyen területekre terjed ki ez a program? Ebben a konkrét 5 éves programban, akadémiai programban nagyon sokan vesznek az Edovitál magból, ami már 5 éve, 2012 óta működik, nagyon sokan vesznek részt. Konkrétan egy 6-8 központi személyiség dolgozik ebben, aki és egy sor külső ember, akit alkalmanként egy-egy előadásra, egy-egy demonstráció, egy-egy játéknak a bemutatására kérünk meg. 4 középiskolával van állandó kapcsolatunk, egy ködöllői, egy érdi, egy veszprémi és egy budapesti középiskolával, de széles értelemben legalább 25-30 ember állandó munkáját jelenti ez a tevékenység.
A környezet és egészségvédelmi csapatversenyről Gály Judittal és Nagyné Horváth Emíliával beszélgettünk. 17. alkalommal rendeztük meg ebben a tanévben a Balogh János csapatversenyünket, ugyanúgy, mint ahogyan eddig is, hagyományosan péntek délutántól szombat estig fog tartani. A tegnapi nap, péntek délután a megnyitó az az állatkertben volt, állat- és növénykertben a fővárosban, és Persányi Miklós nyitotta meg. Ez hagyomány, minden évben egy-egy olyan helyszínére látogatunk el Budapestnek, amit szeretnénk megmutatni a vidékről érkező csapatoknak. Ebben az esztendőben a választás az állatkertre esett. Aztán, amikor visszaérkeznek a csapatok az iskolába, az ott látottakból, látottakról adnak nekünk számot egy feladatlapnak a segítségével. Ez volt a tegnapi nap, a mai nap pedig szintén hagyományosan úgy épül föl, ahogyan eddig is történt. A gyerekek forgószínpadszerűen, illetve a csapatok forgószínpadszerűen egyik helyszínről a másikra menvén oldanak meg feladatokat, így találkozhatnak szituációs játékkal, vizsgálódással, Balogh János életéről is számot adnak, illetve kísérleteznek is, és számítógépes feladatokat is megoldanak. Eközben a őket felkészítő pedagógusok előadásokat hallgatnak. Most dr. Falus Andrást hívtuk meg, aki az EduVitál programról beszélt, illetve mivel 2017 Szent László éve, ezért úgy gondoltuk, hogy a kőbányai helytörténeti gyűjteménynek a vezetőjét, Verbai Lajost is szeretnénk egy előadásra fölkérni, hogy Kőbányáról, ami szeretett kerületünkről, izgalmas kerületünkről, színes kerületünkről egy előadást tartson. Aztán délután következnek majd a kis előadások, a kis előadások után pedig egy pedagógus napi kis ajándék, egy kis meglepetés lesz a felkészítő tanárok számára. Az előzetes feladat most is egy képzőművészeti alkotásnak a elkészítése volt, ebben az esztendőben ennek a témája a vízfogyasztás. És hogyha már egy kis kőbányai párhuzamot lehet említeni, akkor nagyon nagy büszkeség és öröm számomra, hogy Stockholmban rendezik most épp a napokban a vízfogyasztással kapcsolatos konferenciát, vetélkedést, versenyt, és Magyarországot a Kőbányai Szent László Gimnáziumnak a csapata képviseli, akik a vízfogyasztással kapcsolatban egy társasjátékot készítettek. Nagyon jó lett volna, hogy ők most épp itthon vannak, de természetesen még jobb, hogy Stockholmban vannak, mert akkor mindenféleképpen ők is a meghívottak között lehettek volna. Idén hány csapat indult ezen a versenyen, és mely városokból érkeztek a csoportok? Regionális döntőkön olyan 40 csapat vett részt, és ebből a 40 csapatból 12 csapat jutott be a döntőbe. Időközben sajnos az egyik csapat lemondta a döntőbe való szereplését is, így most 11 csapat mérkőzik meg az országos döntőben. Hát az mindenhonnan érkeztek, Zalaegerszegtől a Tiszántúlig, Nagykanizsáról, Zalaegerszegről, aztán Miklósfáról, Dorogról, Vácról. Külföldről is érkeztek csapatok? Ebben az esztendőben nem, de jó néhány alkalommal történt az már, hogy határon túlról is vendégül láthatunk csapatokat, főleg magyar lakta területekről természetesen. Mit tudhatunk az elmúlt 16 alkalomról, amit megszerveztek Önök? Hát mindenképpen meg kell említenem, hogy a legelső alkalmat a 2000-ben, hogy meghirdetése került, és itt Láposi Ferencné kolléganőm nevét, aki már nyugdíjas ugyan, de az ő ötlete volt, hogy egy környezetegészségvédelmi csapatversenyt hirdessünk meg, akkor még nem volt így neve a versenynek, csak azt láttuk a többi tanulmányi versenynél, hogy egyrészt egyéni versenyek a többiek, másrészt környezetegészségvédelemről konkrétan nem szólnak, hanem természetvédelemről inkább. Harmadrészt pedig egyetlen olyan tanulmányi verseny sem volt, és azóta sincs, amelynek a döntője Budapesten van. És ez így indult, és rögtön az első évtől kötöttük világnapokhoz, tehát a regionális döntő az mindig márciusban a vízvilágnapjának hetén van, és az országos döntő meg mindig a környezetvédelmi világnaphoz kötődő hétvége, ami egyúttal mindig a pedagógus naphoz is kötődik, tehát azért mindig itt a pedagógusokat is szoktuk ilyen kis gesztusként köszönteni
délután, amíg épp a zsűri dönt esetleg ugye a verseny kimeneteléről. Ha az elmúlt 16 évet nézzük, akkor milyen témákat választottak az elmúlt években? Hány csapat indult, milyen változásokon ment keresztül ez a csapatverseny? Hát tulajdonképpen az első időktől elég szép számmal, sőt változatossággal jelentkeztek csapatok az ország különböző szögleteiből, ugyanis még azt nem mondtam az előbb, hogy abban is egyedi ez a verseny, hogy egyrészt nincs részvételi díj, nincs külön benevezési díj, tehát ezt azért indítottuk az előzőek mellett még, hogy bármilyen helyzetben van egy iskola vagy kis településről van szó, az úti költségen kívül ne kelljen nekik semmit fizetni, tehát ne tántorítsa az el a tanárokat akár, hogy nem tudnak eljönni, mert nem tudom, milyen magas részvételi díj van. A többi tanulmányi versenynél elég magas részvételi díjak vannak az egyéni versenyeknél. És egyre jobban bővült, hogy utána már a határon kívüli magyar iskolák is bekapcsolódtak, ezért a versenyünk egyrészt egy olyan módosuláson ment át, hogy 2002-ben Balogh János ökológus akadémikus halála után az ő felesége engedélyével felvettük a professzor úr nevét, tehát 2002-ben már ugye a halál után 2003-tól így hirdettük meg, hogy Balogh János verseny, másrészt pedig nem országos, hanem Kárpát-medencei pár év óta, tehát ilyen elnevezési változások is születtek. Tulajdonképpen a rendszere az kezdetektől fogva ugyanez, hogy van iskolai válogató verseny, utána márciusban vannak a regionális fordulók, és azokat úgy próbáljuk szervezni, hogy nem konkrétan megyei, hanem a csapat jelentkezések függvényében szervezzük meg a regionális helyszínt, hogy minél kevesebbet kelljen utazni, és akkor utána pedig már itt van ez a döntő. Itt mindig a teljesítmények függvényében 10, maximum 15 csapatot hívunk be, illetve az anyagi lehetőségeink függvényében, hiszen ahogy mondom, nem szedünk részvételi díjat. Úgyhogy most éppen 11 csapat van, de volt olyan év, hogy 15 csapat is a teljesítményük révén, illetve akkor anyagilag is jobban álltunk, mint az idén például, és ezért többet tudtunk behívni csapatot. Úgy tudom, hogy Balogh János díjat is nyerte az iskola. Ennek a csapatversenynek köszönhető, hogy megkapták ezt a díjat, vagy más oka van? Így van. 2013-ban Balogh professzor úr ugye születésének 100. évfordulójára a Túrkevei önkormányzat és még különböző alapítványok összefogásával létesült ez a Balogh János díj, amelyet valóban Balogh János nevének a emlékezetben tartásáért nyert el az iskolánk a Balogh János versenynek a megszervezésért, hiszen Balogh János nem csak tanárom volt az egyetemen, hanem utána is az iskolát is ő megismerte, az ő javaslatára létesítettünk itt iskolakertet például, aki nem röstelte, hiszem egy 93-as képes lapunk, hát ezeket mind őrizzük, megvan, amikor ő Dél-Amerikából, Kosztarikából küldött egy képes lapot, ugye a kedves tanulóknak, a Bemiskolának, és hogy reméli, hogy az iskolakert az épülés, és rendezzük itt a természettel ilyetén kapcsolatot, itt a beton rengetegben legyen már egy kis zöld. Az idei verseny győztese a székesfehérvári Kossuth Lajos általános iskola csapata lett, a második helyezett a Nagykanizsai Battyányi gimnázium csapata, a harmadik helyen pedig a Váci Petőfi Sándor általános iskola csapata végzett.